Giriyor. Leroy. Машина слева. Держись справа. Все чисто. Машина слева. Оставайся справа. Все чисто. Окей. Azt hiszem megtanultunk rajtolni ezzel a szarral. De nincs két egyforma verseny. Jézus! Az igen! Ötödik! Menj már faszomba! Hát az elég csúnya a 16. helyről. Wow, és igen, álló, mert még ha álló helyzetben ez az akkor is kurva menő. Hát az egy nagy élmény lehetett azért. Ez is nagy élmény lenne, hogyha nem csúsznék ki, hanem maradnék a pályán. Hát ez erős egyébként, hogyha tényleg ötödik vagyok. Már pedig annyi vagyok. 16-ról jól emlékszem. Menő volt az a rajt. Istenem, de nem mentek, bazd meg ezt be a kanyarba. Hát jó. Gyomromig dobog a szívem, bazd meg ebbe a szar hátsó kanyarban. Jézusom. Fú, ez egy őrültebb verseny már most, mint az előző. Ja. Jesszusom.
Köszönöm szépen a followot. Ki ne üssél, bazd meg. Nem a követést. Hello, szia! Swipe Meeper, ha jól olvasom, mert már egyszer már ezek a nevekkel már benéztem egyszer-kétszer. Üdv a csatornán! Közepesen jó iRacing streameket fogsz ezen a csatornán találni, illetve single player játékokat főleg. Mostanában horror játék is lesz, úgyhogy jaj, lesz itt minden, nem csak iRacing-gel foglalkozom, de nyilván ez a fő irányvonal egyébként. Ó, Jézus Krisztus. Вот там стало 10 кругов, 50 на третьей позиции. Mit fogsz itt csinálni? Jaj! Jó, azért ne ölj meg, bazd meg! Majd, hogy mit tanulsz, úgy értem. Amúgy igen. Igen, Andor, ez így van. Pontosan. Tehát életed látja, hogy megbicskáztam. És ahogyan megbicskáztam, érted, ő abban a másodpercben halál, kész. Kilait, érted? Tehát kinyír, ki akarja nyírni, mint hogyha az élete függne tőle. A kurva anyád. Érted? Tehát, mint hogyha mit tudom én, mit kapna, mert előrébb van. Na mindegy. Na, bocsánat. Csodálom ezeket az embereket néha. Nincs az a baj, mert nyilván azért versenyzünk, hogy minél előrébb végezzünk. Így van. Legtöbben ráadásul így is versenyeznek az egész kurva iRacingben. Tehát, hogyha te nem figyelsz, akkor mindannyian meghaltok. Ez tényleg így van. De ezért kell néha azért hátra figyelni. Néha-néha. Hát én mondom, ilyenektől mindig a féktávon félek a legjobban. Ajj, még 9 kör, bazd meg.
Hát a valós pilóták se feltétlenül okosabbak minden... minden áron. Erről Szatót lehetne legjobban megkérdezni, bocs haver. Nézést beteszi. Mert az úgy jobb lesz, ugye? Erről Szatót lehetne legjobban megkérdezni, hogy ő mennyire szereti a valós pilótákat a továbbpályákon. Szóval azért nem teljesen igaz ez szerintem. Jó, bár nyilvánvaló. Mindenki azért versenyzik, hogy megölje a másikat nyilván. Én meg igazából csak szeretnék egy jót szórakozni. Ezt jól elbasztam. De nyilván a való életben is, hogyha megnézzünk egy futamot legtöbbször, legtöbbször nyilván egyébként az a cél, ugye, hogy meg kell ölni a másikat, mert persze, mert ugye versenyszellem, csak tudod, az a nagy különbség, hogy ők ezért pénzt is kapnak, és nem is keveset. Itt meg most kapsz szaros 10 kreditet a játékért cserébe, ugye azért, hogy itt versenyzel, tehát most érted, mit akarok mondani. Tehát ezért te effektíve nem kapsz pénzt, mert játszol, ők viszont igen, mert versenyeznek, és ott nyilván vannak elvárások is egy versenyzőnél, úgyhogy nyilván a versenyzők azért is gondolom ilyen vérszomjasabbaknak, mint egy szimpla casual játékos, mint én vagyok. Bazd meg, elkúrtam, nagyon elkúrtam. Ez meg fog enni. Jó, mindegy, nem baj. Semmi gond, én basztam el. Inkább jobb a békes... Á, basszájba. Na mindegy. Innen lesz szép visszajönni. Ez nem gyors a csávó, az biztos. Látok. Á, ez egy annyira egy kritikus kanyar. Meg lehet. De nem fékezett volna az első kanyarban a fekete olyan nagyot, akkor egyébként nem lett volna itt ekkora probléma. Nem voltam felkészülve erre. Megpróbáljuk visszaszerezni legalább egy pozíciót. Hanyadik vagyok? 6. Igen. Faszomba. Ne ijeszgess, bazd meg.
Hát, ha hibázna. Nyilván én se gondoltam komolyan, hogy én oda beteszem. Ez az, hogy szar gyorsítás volt. Hello. Ты вернулся на пятую позицию, мы в топ-5. Машина слева. Менинен. Не жили. Оставайся здесь, держи линию. Чисто. Az meg! Ezt meg kellett fogni. Ezeket szerintem hagyni ki. Ne. Ne! Oké. Oké, semmi gond. Semmi gond. Третья
bazd meg. Csak fejlődök valamennyit, mert ez fél éve ezelőtt szerintem ezt úgy benéztem volna, mint annak a rendje. És tolja. Látod? És tolja, tolja. A kanyar amúgy nem nagyon megy. Jó, meg vagyunk. Jó, nyugodjunk meg. A picsába. Ennél jobban nem tudtad volna intézni. Ja, amúgy. De hát én ezeket a szitukat én ne tudom meg hányszor benéztem régen. Tehát majd azért van, hogy szerintem valamennyit csak fejlődök. Ugye más nem türelemben, hogy a helyzetfelismerés még nem is annyira. Nem tudom, hogy ez mennyire nagy skillem jelenleg, de a türelmem az most már, hogy úgy veszem észre, hogy az amúgy kezd egyre, egyre nagyobb lenni. Ugye egyébként erre tényleg a dobálozást tud a legjobban megtanítani a türelemre. És ezt Ródon nagyon jól tudod utána alkalmazni. Mert tényleg most hogyha arról van szó, én tőlem lehetek negyedik, leszarom. De ezeket nem érdekli, látod, hogy semmi más. Hogy minél előrébb, mert előrébb, mert mit tudom én, az I rating, vagy a faszom tudja. Néha el kell tudni engedni az a másikat. Most sokkal többet profitálsz, látod, abból, hogyha elengedte volna, mint hogy én most velem fog szarakodni. És te érted, tehát tudni kell elengedni a másikat is. Nekem sem mindig sikerül, persze. Tehát hazudnék, hogyha én azt mondanám, hogy én minden kurva jól csinálok, de hogy istennél is semmi ilyesmi. Például ezt a kanyart, ezt mindig elbaszom. Tehát ha jól sejtem, akkor még egy kör. Hát, mindegy, ez vagy bejön a harmadik, vagy lesz egy negyedik helyem igazából, tehát ilyen nagyon nagy megfejtés most ebben nincs. El is basztam. De inkább mint, hogy megpörögjön az autó. Nehéz az utolsó kanyar. Szavasz, csucsász! Majd az első kört, majd nem tudom látta, de majd megmutattam úgy is. Jaj! Hát hazahozom, nem arról van szó. Porsét is hazahoznám. Akkor jó, nem maradtál semmire. Gyerekek, megvan. Most nézem. Mi történt a sráccal? Hello. Eltűnt meg ülem, vagy mi a fasz? Történt a gyerekkel, látta valaki? Ez mindjárt ide spónol elém. Hát... Jó napot kívánok! Azt hiszem, ez egy harmadik hely. Ha-ha-ha-ha!
Hű, ezt is behoztuk. Na, ez szép volt. Hát ez azért durvább volt, mint az előző. Jóval durvább volt. Köszi.